Csináltunk idén júniusban egy kutatást a Policy Agenda és a SZISZ közös kutatásával és a Friedrich Ebert Stiftung támogatásával. Ez gyakorlatilag már novemberben készült egy felmérés, amiben a 18-35 év közötti fiatalokat kérdeztük meg. Akkor még a fő célja ennek a kutatásnak az volt, hogy megnézzük, hogy érzik a munkaerőpiaci helyzetüket, mit gondolnak az ő munkaerőpiaci helyzetükről, és mellesleg egyébként megkérdeztük azt is, hogy a szakszervezetekhez való viszonyuk az milyen. Ennek része volt az is, hogy megvizsgáltuk, mit részesítenek előnyben, az egyéni vagy a kollektív érdekérvényesítést. Számunkra azért volt akkor fontos, hogy megtudjuk, hogy a 35 év alattiak mit gondolnak a munkaerőpiacról, hogy lássuk azt, hogy a szakszervezeteknek milyen témákat kell az ászlójukra tűzni ahhoz, hogy ők is megszólítva érezzék magukat. A mostani kutatás ez utóbbit vizsgálta főleg, tehát a szakszervezethez és a egyéni, illetve kollektív érdekérvényesítéshez való viszonyt vizsgálta. Volt egy előzetes feltevésünk, hogy a korábbi tüntetések, tehát a rabszolgatörvény megszavazása előtti, majd azt követő tüntetési hullám, illetve a beinduló sztrájkok, feltételeztük, hogy ez befolyásolni fogja a szakszervezetek ismertségét, illetve azt is, ahogy a szakszervezetekről gondolkodnak a 35 év alattiak. Ugye én felírtam, mert ezt én mindig elfelejtem, hogy az Y és az E generáció egyébként mit jelent. Ugye az E generációba beletartoznak azok is, akik ma még nagyon messze vannak a munkaerőpiactól, tehát a mintában ők azért kisebb számban szerepelnek, bár súlyozva lett. Nagyon fontos még elmondani, hogy mind a két kutatás reprezentatív volt, és telefonos megkereséssel készült. A tavalyi az novemberben, az idei viszont néhány hete, tehát júniusban készült el. Még röviden bemutatnám a 2018-asnak az eredményeit. Ami már akkor meglepett minket, az a 7%, ami nem magas, de tragikusnak sem mondanám. Tehát ugye az országos átlag 8,5-9%, ehhez képest a 7, hát azt kell mondjam, hogy kevesebbre számítottam, ez egész pozitívnak mondható. A legfőbb tapasztalat, hogy nem is annyira az elutasítása a szakszervezeteknek, vagy elutasítottsága a magas, hanem az ismeret hiány. Tehát a legtöbben igazából nem tudtak semmit sem mondani a szakszervezetről. A legtöbb kérdésre egyharmados arányban érkeztek olyan válaszok, hogy nem tudja, vagy nem válaszol. A munkaerőpiac kapcsán, amit most nem vizsgáltunk, de akkor mindenképpen érdekes tapasztalat volt, a legfőbb problémának a béreket találták. A mai fiatalok is, ami teljesen érthető, hiszen a pályakezdők bérei azért nagyon alacsonyak, és nagyon-nagyon messze vannak attól, amit elképzelnek maguknak, hogy majd kapni fognak. A második helyen szerepelt, hogy, és ez úgy látszik, hogy Magyarországon változatlan, hogy a munkahelyen való előrejutás az nem a tudáson múlik, hanem a kapcsolatokon. Ezt is meglepőnek találtuk, mert ez valóban általános tapasztalat nekünk is, meg az előttünk lévőknek aztán pláne, de ez nagyon rossz hír, hogy ez a mai világban, ahol azért most már a multinacionális vállalatok is egyre nagyobb száma vannak jelen, ez továbbra is egy kifejezett probléma. Harmadik helyen volt, hogy kiszolgáltatottnak érzik magukat a fiatalok, illetve a legutóbbi generáció pedig a karrier lehetőségek hiányára panaszkodott Magyarországon. A szakszervezeteket alapvetően kérdeztünk tőlük egy viszonylag provokatívat, hogy mennyire értenek egyet az állítás, hogy a szocializmus öröksége a szakszervezet. Viszonylagos, tehát egy egyharmaduk azt mondta, hogy ők így gondolják, hogy ez az, és a többségük az egyéni érdekérvényesítés sokkal hatékonyabbnak gondolta, mint a szakszervezetét.
még a szakszervezeti tagoknak is csak a 60%-a gondolta azt, hogy hatékonyabb a szakszervezethez fordulni, ha bármi problémájuk van. Akkor is novemberben elég magas volt a bizalomhiány, tehát egy enyhe többség azt mondta, hogy egyáltalán nem bízik a szakszervezetekben. Ez egyébként annyira nem meglepő, mert minden kutatás azt mutatja, hogy a magyar emberek semmilyen intézményben nem bíznak. A szakszervezetek elutasítottsága még így is egész jó helyen van, mondjuk, hogyha államról vagy bíróságokról van szó. Hagyományosan egyébként az ilyen tűzoltók meg mentők, akikben bíznak a magyar emberek. És amit még kiemeltünk, mert megkérdeztük, hogy saját bevallásuk szerint mennyire értenek a munkavállalói jogokhoz, mennyire ismerik a munkavállalói jogokat a 35 év alattiak, és az jött ki, hogy saját véleményük szerint egyébként nagyon jól ismerik. Ez számunkra probléma, mert egyrészt a mindennapi tapasztalat a munkánk során ennek az ellenkezője. Igazából én sem merném állítani 5 év szakszervezeti munka után, hogy olyan marha jól ismerem a szakszervezeti jogokat. Most már azért jól, vagy az átlagnál jobban, de még én sem merném ezt kijelenteni. Viszont ez problematikus, mert ez eltolhatja a fiatalokat abba az irányba, hogy meg tudom oldani a saját problémáimat, nekem nincs szükségem segítségre. Most ehhez képest azt tudjuk elmondani a legújabb kutatásunkkal, hogy a novemberhez képest a szakszervezetek megítélése határozottan javult. Ez meglátszik a tagságban. Én most ezeket a számokat azért óvatosan kezelném. Ugye ebből az látszik, hogy most már 11% állítja azt a 35 év alattiak között, hogy szakszervezeti tag. Ami nagyon feltűnő, az a legutóbbi, tehát a 18-20 év között körüli fiatalok, akiknek ötöde mondja azt, vagy ötöde vallotta a kutatás során, hogy ő szakszervezeti tag. Ezen gondolkoztunk, hogy ez mire vezethető vissza. Valószínű, itt azért azt látni kell a negyedik sorban, hogy egyrészt közülük sokkal nagyobb arányban voltak most a mintában azok, akik már dolgoznak. El tudjuk azt is képzelni, hogy sokan így mutatták ki a szimpátiájukat a szakszervezeti mozgalom irányába, hogy azt mondták, mert már gondoltam rá, hogy be fogok lépni, és akkor ezt megelőlegezte, hogy majd belép. Illetve azt is el tudjuk képzelni, hogy sokan azt hiszik, hogyha a munkáján van szakszervezet, akkor ő már alapból tag. Ami viszont szintén érdekes, hogy nagyon-nagyon megnőtt az ismeret, tehát sokkal többen mondták azt, hogy a munkájukon működik szakszervezet, és ez a 27%, tehát amit most júniusban találtunk, hogy 27% mondta azt, hogy a munkájukon van szakszervezet, ez jól korrelál a KSH legutóbbi kutatásával, ami szintén úgy találta, hogy a körülbelül a munkahelyek negyedén működik szakszervezet, tehát úgy látszik, hogy tényleg azzal, hogy a médiában többet szerepelt a téma, ezzel az ő ismeretük is működött, illetve utána néztek adott esetben, hogy náluk működik-e ilyen szervezet. Ez gyakorlatilag megerősíti ezt a tendenciát, itt csak kivettük azokat, akik nem dolgoznak még. A tendenciák ugyanazok, csak még többen, csak még nagyobb arányban van a dolgozók között nyilván, mint az össznépességben a szakszervezeti tagok aránya. Amire még én itt, amit még itt kiemelnék, az, hogy mennyire lecsökkent az E-generációnál 18-ról 8%-ra azok, akik nem tudtak válaszolni erre a kérdésre, hogy van-e a munkájukon szakszervezet, illetve hogy ők tagok-e. És itt van ez a kérdés. Egyébként ez, hogy a szakszervezet szocializmusból itt maradt őskövület, ez valóban elég provokatív, egy kicsit így megelőlegezzük a választ, hogyha így kérdezzük meg. Ugyanakkor azért gondoltuk, hogy belerakjuk, mert amikor még csináltunk egy nem reprezentatív kutatást, egy május 1-én, egy kérdéves kutatást, akkor ez maguktól jött elő az emberekből. Illetve azt is elmondhatjuk egyébként, és az itt ülők szerintem meg tudják erősíteni, aki szakszervezetnek dolgozik, hogy ezzel azért találkozunk elég rendesen, ezzel a véleménnyel. Úgyhogy ezt úgy gondoltuk, hogy ez viszonylag jól reprezentálja a szakszervezetekhez való hozzáállást, és itt is pozitív, egyértelműen pozitív elmozdulást tudunk tapasztalni. Tehát még korábban egy jó egyharmada azt mondta, hogy igen, egyetért ezzel az állítással, ez valamennyit csökkent, viszont ami
ami határozott növekedés az az, hogy egyharmados arányról egy abszolút többségbe kerültek azok, akik nem értenek egyet ezzel az állítással. Ezt mi csak arra tudjuk visszavezetni, hogy azzal, hogy az emberek látták, hogy tömegeket tudnak megmozdítani a szakszervezetek, illetve sztrájkokkal nagy eredményeket tudnak elérni, ezzel gyakorlatilag a létjogosultságát elismerték a mai világban a szakszervezeteknek. Azt tudjuk elmondani, hogy akik korábban azt választották, hogy nem tudom, ők átkerültek oda, hogy nem értenek egyet ezzel az állítással. Megkérdeztük azt is, mivel azért a szakszervezetet mi közösségnek is tartjuk, tehát mi azt szeretnénk, hogy inkább úgy mondom, hogy a szakszervezet az közösség is legyen, tehát a tagok se úgy tekintsenek rá, hogy felül bedobom a pénzt, alul kijön a kollektív szerződés vagy a magasabb bér, mert nem így működik. Tehát ennek közösségként kell működni, ahol az emberek egymásra odafigyelnek, illetve egymás érdekeit is figyelembe veszik. Ezért megkérdeztük azt is, hogy mennyire hisznek ebben az elképzelésben. Tehát, hogy ez egy olyan közösség, ahol együtt közösen oldják meg akár egyéni, akár közösségi problémákat. Itt is egészen határozott elmozdulás történt azok irányába, akik azt mondták, hogy ezzel az állítással egyet tudnak érteni, és itt is jelentősen csökkent a vélemény nélküliek. Tehát én azért emelem ezt ki mindig, mert szerintem ez az egyik legfontosabb. És ez mutatja leginkább, hogy azért itt volt szerepe annak. Tehát hiába ugye mondjuk azt, hogy a rabszolgatörvény elleni tüntetések kudarcba fulladtak, mert valóban nem vonták vissza a törvényt, az életben maradt, de valószínűleg a sztrájk hullám is elmarad, ha nem lettek volna ezek a tüntetések, és ezek a számok sem mutatnának ma így, ha a médiában nem lenne ma most már mindennapos, gyakorlatilag mindennapos téma a szakszervezet és a szakszervezeti aktivitás. Ugye megkérdeztük még a legutóbb azt is, hogy az államban ki mennyire bízna, hogyha neki problémája a munkáján, akkor azt az állam megoldja, az egészen, mondhatni szerencsére egészen elnyésző volt, mert az állam nem fogja megoldani a munkai problémákat. De most, amikor szakszervezetekről van szó, itt is egészen határozott, bőven a statisztikai hibahatár fölött van azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy a szakszervezet képes a munkai problémák megoldására. Ez gyakorlatilag a duplájára nőtt azoknak a száma, akik ezt így gondolják. És itt is jelentősen gyakorlatilag felére csökkent azok, akik azt mondják, hogy nincs ilyen. Ami itt jelentős, az az elmozdulás, az a Z-generáció. Itt azért emeltem ki külön, nem csak az összes mutatót. Tehát azért az elgondolkoztató, ahogy korábban 1%-a, tehát gyakorlatilag mondhatni senki nem mondta azt, hogy egyértelműen is teljes mértékben bízik a szakszervezetben, ez most már sikerült feltornászni 10%-ra. Mindenképpen jelentős elmozdulás. És itt van egy, ami elsőre ellentmondásnak tűnhet. Ugye megnéztük, hogy ha most valaki valamilyen problémával szembesül a munkahelyén, akkor milyen formáját venné föl, vagy milyen formába menne bele tiltakozó akciókba. Ugyanis itt azt látjuk, mivel eddig azt láttuk, hogy a szakszervezetekkel szembeni bizalom nőtt, a közösségi érdekérvényesítésben való bizalom nőtt, és most mégis azt látjuk, hogy a tiltakozó levél kivételével, ami egy azért viszonylag gyenge formája a demonstrációnak, minden egyéb demonstrációs formában való részvételi hajlandóság csökkent. Még ha nem is jelentősen, elsősorban a demonstráción való részvétel az, ami teljesen egyértelműen csökkent. Én azt gondolom, hogy ezt az ellentmondást föl lehet azzal oldani, hogy azért a tapasztalat mégis az volt a rabszolgatörvény kapcsán, hogy hiába mész ki januárban és fagysz meg az utcán, az államot ez olyan nagyon nem érdekli. Tehát én el tudom képzelni, hogy itt inkább arra van szó, hogy ez a tapasztalat, ez megmaradt az emberekben, és inkább valami újfajta, valami kreatívabb tiltakozási formákra lenne szükség, amikor demonstrálunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább inkább ennek szól, és nem írja fölül az eddigi meglátásokat, és azt is hozzátenni, hogy egyébként olyan nagyon, nagyon nem drámai ez a visszaesés. Végül megnéztük azt is, hogy
hogy egyáltalán milyen arány, vagy a 35 év alattiakat mennyire érdekelte ez a téma. Ezért megkérdeztük, hogy a rabszolgatörvény miatti tiltakozásokat követték-e egyáltalán. Azt kell mondani, hogy egy kisebbség, egy 18% az, aki azt állítja, hogy egyáltalán nem hallott róla, de ez ugye, itt most csak a rabszolgatörvény elleni tüntetésekről van szó, tehát ez nem jelenti azt, hogy a médiában azóta nem hallott a sztrájkokról, vagy egyéb megmozdulásokról. Ennek megfelelően azért itt bejött az, amit előzetesen feltételeztünk, hogy azok, akik figyelemmel követték, tehát akiket ez a téma alapvetően érdekel, köztük nagyobb azok, akik elutasítják az olyan állításokat, hogy a szakszervezeteknek ma már nincs létjogosultságuk, közöttük nagyobb arányban vannak azok, akik azt gondolják, hogy a közösségi érdekérvényesítés az sokkal hatásosabb, mint az egyéni, és nagyobb arányban bíznak meg a szakszervezetekben is. Tehát gyakorlatilag a hipotézisünk ebből a szempontból egyértelműen alátámasztotta egyértelműen alátámasztották ezek a számok. És azt hiszem, hogy ez volt az utolsó kérdés a kutatásnak. Tehát a fő, amit le tudunk vonni következtetés, az az, hogy ami miatt megismételtük a kutatást, tehát ami a mi feltételezésünk volt, hogy a fiatalokhoz is eljutott a szakszervezetek híre, és az, hogy a szakszervezetek akcióképesnek mutatkoztak, az, hogy látszott, hogy demonstrációkat tudnak szervezni, sztrájkokat tudnak szervezni, jelentős béremelést tudnak elérni, az egyértelműen elmozdította a társadalomat, és illetve azon belül a vizsgált csoportot, a fiatalokat abba az irányba, hogy egyáltalán nézzenek utána, olvassanak utána, tehát felkeltette az érdeklődésüket, és bár azt nem hisszük el, hogy 20%-ra nőtt az Y generációban szakszervezeti tagok aránya, azért arra rámutat, hogy valószínűleg növekedés mindenképpen történt, és egyértelműen a szimpátia is a szakszervezetek irányában az növekedett. Szívesen válaszolok, hogyha van kérdés, illetve megpróbálok válaszolni, és köszönöm szépen. Valakinek kérdés vagy hozzászólás? Ha hozzászólás, akkor nagyon röviden két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik, Balázs, többször említetted a médiában való megjelenést és ennek a hatását. Azért azt vegyük észre, és nagyon határozottan, hogy a kormány és kormány közeli média egyrészt elhallgatta, másrészt pedig ellenségesen viszonyult ezekhez a hírekhez. Tehát az vonható le elsősorban, hogy a fiatal generáció nagyobb arányban fordul alternatív hírforrásokhoz, illetve független média közekhez, mint általában a társadalom, és ez valamelyest ki is jelöli azt az utat, hogy hol lehet velük kommunikálni. A másik dolog, ez az egyéni, illetve kollektív érdekérvényesítés. Itt mindjárt kijelölte a kutatás a feladatot, hogy meg kell értetni a fiatalokkal, hogy egyéni érdekérvényesítés kizárólag akkor van, amikor ő van alkupozícióban, tehát nagyon szükség van rá, föl akarják venni, és így tovább. Amikor baj van, akkor nincs egyéni érdekérvényesítés. Most hadd utaljak vissza például a Népszabadság bezárásakor, amikor egy nap alatt mindenki szakszervezeti tag lett, és mindenki nevében a szakszervezet tárgyalt, és pont a fiatalok, akik a legvédtelenebbek voltak, mert szerződéses volt, sordíjas volt, gyakornok volt, és így kaptak 2-3 hónappal többet, mint a semmi, ami járt volna nekik. Tehát ezt azt hiszem, hogy nem látják még jól a fiatalok. Ők mást értenek egyéni érdekérvényesítésen, és mást kollektív érdekérvényesítésen, mint ahogy azt mi a klasszikus szakszervezeti gyakorlatban gondoljuk, elképzeljük, illetve definiáljuk. Köszönöm szépen. Két
jelenségnek a felbukkanására szeretnék rákérdezni, tehát hogy előkerült-e valamilyen módon, akár közvetlenül, akár közvetve a felmérésben. Az egyik a fiataloknak a menekülése Magyarországról Nyugat-Európába, ami ténylegesen tömeges méreteket öltött a utóbbi években. A másik pedig a munkahelyi megfélemlítésnek a jelensége, amelyet sok nagyon különböző, akár Pitiáner, akár multi nagyvállalati munkaadók alkalmaznak a munkavállalói érdekérvényesítéssel szemben. Az első kérdés nem, tehát most itt nem kérdeztünk rá. Ugye a legutóbb, amikor azért a munkahelyekről szó volt, ott ugye az egyéni karrierépítés nehézségei, ott volt erről szó, hogy ennek erre az egyik válasz az a menekülés, mint az országból való. A másik, a munkahelyi megfélemlítés, ilyesmi, arról ez a kutatás arra nem tért ki. De volt ugye a policy agendának korábban egy munkahelyi félelmek felmérése. Abban úgy emlékszem, volt ez is téma. Akkor ez lesz az utolsó. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Én örülök ezeknek az eredményeknek, mert ez valamennyire visszaigazolja az elmúlt néhány éves, vagy akár fél éves munkánkat, viszont ugye nem dőlhetünk hátra ebben a történetben. Az irány az úgy tűnik, hogy az jó, mert változik a fiatalok véleménye, rólunk alkotott véleménye, és ez mindenképpen jó, de azért ez egy pillanatfelvétel. Tehát az előző is az volt, a novemberben elkészített is, meg amit 2-3 évvel ezelőtt, ami nem reprezentatív, de ugye a fesztiválokon készült, az ott lévő fiatalok megkérdezésével készült, az is egy pillanatfelvétel volt, és ugyanúgy gondolom, hogy ez is az. Tehát nyilvánvalóan itt hátradőlésről nem szabad beszélni, hanem inkább menni kellene ezen az úton. Ez számomra azt mutatja, hogy akciók kellenek. Tehát akkor, hogyha van akció, van véleményünk, határozott véleményünk van dolgokról, akkor azt ki is kell mondani, azt fel kell tudni építeni, és az a ki kell lépni a nyilvánosság elé. Még akkor is, ha tudjuk azt, hogy hát nem feltétlenül aszerint fognak majd eldőlni később a dolgok, akkor is kell az akció, mert legalább azt látja a fiatal társadalom, hogy nem adjuk fel, és küzdünk, és megyünk az igazunkért. És ez én azt gondolom, hogy szimpatikus tud lenni nem csak a fiataloknak, hanem többi társadalmi csoportnak is, tehát többi korosztálynak is. Én ebben a folyamatban, mondjuk ami az elmúlt fél évet illeti, szerintem egyik nagyon nagy eredménye volt, és egy hozadéka az, hogy a hallgatókkal sikerült egy ilyen együttműködést és közös cselekvést kialakítani. Én már legelejétől, mikor kimentek az utcára a hallgatók, ott voltam minden tüntetésükön, próbáltam ugye a fórumokon is jelen lenni, és szerintem ez egy nagyon nagy értéke volt, és egy mozgató rugója annak, hogy a két társadalmi csoport egymás érdekében és közösen tudtak fellépni egy cél, vagy egy irányba mutatóan. És szerintem így kellene keresni a MASZIFI-nek is, meg a SZISZ-nek is azokat a pontokat, amely a többi társadalmi csoporttal is közös pontok lehetnek. Itt a jövő, a családalapítás, a gyerekvállalás, vagy akár a klímavédelem, tehát a közös jövőnk, vagy a közös jövőtök, mint ifjúság, és abban való részt, tehát az egy nagyon fontos szempont lehet talán a jövőben. És ez az, amit szerintem érdemes kimunkálni, és ezekre kicsit nagyobb figyelmet fordítani, és ezeket az együttműködéseket ezekkel a társadalmi csoportokkal kialakítani, és közösen csinálni akciókat. Akciók, 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 mert ezt hozzák véleményem szerint a tagot is, és a népszerűséget is. Tehát a társadalomban betöltött szerepünket, a presztízsünket, és a beágyazottságunkat is ezzel lehet növelni. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy így tovább, csak ezeket ugye tovább kellene, vagy tovább kell majd vinnünk. Én csak annyi egészítenünk, hogy meg kreatívabbnak lenni, tehát ugyanazokat a demonstrációs formákat, ilyesmi, azt nem biztos, hogy minden esetben érdemes újra és újra. Szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, hogy tegeződhetünk-e a panelbeszélgetésbe, hogyha megengedik, megengedik. Nem csak mint policiárrendelként vagyok itt, hanem hát mint az Új Egyenlőség egyik szerkesztőjeként, hiszen most már ez a többedik alkalom, hogy az Új Egyenlőség, illetve a Szakszervezetiségi Szövetség, valamint a MASZIFI közös rendezvényt tart. És mindig valahogy így nyár
kezdetén nyár első hónapjában tartjuk. És hát valóban ennek az egyik apropója mai beszélgetésnek az két dolog is. Egyrészt az a kutatás, amiről Balázs beszámolt, és szerintem egy hitet adhat abban a tekintetben, hogy van értelme akciókat szervezni, lehet image-et váltani. A másik pedig az a munka, amelynek az elején vagyunk, amiről Anna Mária beszélt, ez a jó gyakorlatok legyen kutató, hiszen ez látjátok, hogy itt ilyen teleszkopikusan készült anyag, ami arról szól, hogy hogyan tudunk több és több jó gyakorlatot belerakni, és hogyan lehet ezeket a szakszerű munkában felhasználni. Az új egyenlőségről engedjék meg, hogy néhány szót mondjak, hiszen ezt lelkemre kötötték, hogy minden alkalommal tegyen meg. Ugye alapvetően mi egy online társadalmi vagyunk, főszerkesztője Fogács az Zoltán, és több kutatóintézet, műhely vagy egyetemi műhelynek a vezetője, ennek a szerkesztőségnek a tagja. Nevünkben benne van, nyilván kitalálható, hogy alapvetően mi a baloldali északi modellben hiszünk, ezért is hiszünk abban, hogy erős szakszervezetekre, és most lehet, hogy meglepő mondom, de hiszünk abban, hogy erős munkáltatói szervezetekre szükség van, hiszen ezek az erős szakszervezeti munkáltatói szervezetek megállapodásai segítették azt az északi országokban, Skandináviában, hogy jó kollektív megállapodásokat kötve gazdasági struktúraváltást tessen létrehajtani. De mi nem csak online társadalmi magazin vagyunk, hanem sok offline rendezvényünk is van. Ilyen a mai, ilyenek azok a közbeszélgetéseket, amiket a Bence Hotelben vagy a Kossuth Klubban tartunk, de most már vannak önkormányzati estek, amelyek a 15. kerület fogadott be, illetve vidéki rendezvényeink Nyírbátortól Hajdúdorogon át, Győr és Szegeden voltunk az elmúlt hónapokban. És az a szándékunk minden, hogy beszélgessünk egyet, és ezzel szálljuk a mai körülbelül egy órát, és a beszélgetés egy pontján majd ki is fogom nyitni a közönség felé a dolgot, hogy lehessen kérdezni, akár röviden hozzászólni. Nem húznám az időt, hogy még egyszer bemutassalak benneteket. Azt kérem, hogy rövidek legyünk, és nyugodtan reflektáljatok egymásra majd, hiszen mégiscsak ez egy beszélgetés, és látjátok, nagyon széles spektrumban választottuk a résztvevőket. Elejétől kezdve végighallgatva a beszélgetést, ami az először megütötte a filmet, az pont egy hallgatói hozzászólás volt itt a önök részéről, ahol úgy fogalmazott, hogy fiatal munkavállaló az egyéni érdekérvényesítésben más lehet, a szakszervezeteknek meg kell mutatni, hogy az egyéni érdekérvényesítés az nem működik. Ez egy fiatalkori betegsége, kevésbé hisznek a kollektív útba, vagy pedig, hát azért legyünk őszinték, ez nem csak a fiatalokra jellemző. Mert van a másik, ami a kutatás közben kijött, hogy a fiatalok az úgy érzik, hogy nem a tudás, az akarat számít a munkai előírításban, hanem valami más. Hogy ezt a valami mást ezt lehet-e definiálni, illetve hogy ezzel szakszervezeteknek van-e bármilyen lehetőségük kezdeni valamit ahhoz, hogy őket megszólítsa. Nem tudom, hogy milyen során, hogy Zoli felül induljunk-e, vagy Renáti felül nekem szabadon választani. Hát nem is tudom, melyik oldalon kezdjem. Ugye ez az egyéni érdekérvényesítés, amit ugye mondunk, hogy a fiatalok nem hisznek a kollektív erejében, ez szerintem abból is fakad, hogy egy picit a fiatalok ma másként élik a világot a munkahelyükön, mint hogy mi éltük annak idején, és most lehet, hogy furcsa, 42 évesen azt mondom, hogy a fiatalok, de én már úgy érzem, hogy én még annak idején másként éltem a világomat, mint ahogy a mai munkavállalók. Sokkal inkább jellemző, amit én ma látok, hogy a munkahelyre bemegyünk, megtesszük, amit meg kell tenni, letesszük a lantot, átöltözünk, és eljövünk onnan, és nem akarunk visszatekinteni egészen addig, amíg holnap reggel újra be nem kell mennem dolgozni a munkahelyre, és megint nem kezdek munkát. Amíg a régi időkben sokkal jellemzőbb volt, hogy adott esetben kollektívan töltötték az időt délután, vagy megbeszélték kollégák, hogy akkor együtt megyünk valahova. Ezt ma is látom, hogy kollégák összejönnek és elmennek közösen délután ide-oda, de ott a munka, mint olyan, az nem látom, hogy előkerülne a palettában, hanem ők igazából a szabadidőt töltik közösen, amivel nincs semmi baj. Csak egy munkahelyi kollektíva ereje, mi látjuk a legjobban szakszervezetek, hogy amikor pont ma voltam egy olyan eseményen, ahol egy szem munkavállalót próbált egy munkáltató jegyzőkönyvezni egy olyan esemény miatt, ami
akár még a bűnéne is felróható lett volna. Ugyanakkor ott voltunk vele ketten, és képviseltük őt, támaszkodva az áruházi tagságra, aki mögötte állt ebben a folyamatban, és akik cáfolták az állítást, ami rá vonatkozott, és megvédtük ezt az egy munkavállalót ma. Viszont ha ő egyedül lett volna ma ott, akkor azt gondolom, hogy mire eljöttünk az áruházból 12 óra, akkor addig neki nem lett volna munkaviszonya. És ez az, amit látniuk kellene, hogy a kollektíva ereje az nem csak abból a szempontból erős, hogy akkor együtt nagyobb súlyt tudunk felemelni, hanem gyakorlatilag a kollektíva hatalma az, hogy mi működtetjük ezt az áruházat. És hogyha a munkáltató ezt nem akarja megérteni, vagy nem akarja látni, akkor nekünk erre rá kell őt ébreszteni. És ha elegen vagyunk hozzá, akkor meg tudjuk tenni. Ha egyedül kiállok az áruház közepére, és elkezdem tépni a számot, akkor meg nem sokat élek vele. Tehát szerintem az egyik fő ok, amiért nem látják a kollektíva erejét, mert igazából, bocsánat, nem megbántva a mai fiatalokat, de sokkal kevésbé van kollektíva, mint amennyire régen volt. Az én szüleim idejében emlékszem, hogy a kollégák építették a házat. Jöttek most és a... Ez egy generációs probléma, vagy pedig annak akarjuk csak láttatni a dolgot? De tudnám, milyen probléma, akkor megválaszolnám, de én csak a tünetet látom. Tehát nem vagyok az orvosa ennek a problémának, ez az, amit én látok. Hogy ma már hiába hívom meg a kollégákat, hogy segítsetek bútort pakolni, nem valószínű, hogy bárki eljön, amíg a régi időkben, ugye mondom, betonkeveréstől kezdve minden, a tetőt fölhúzták, ha arról volt szó, ez működött akkor, és nem működik ma. Én ebben látom a probléma gyökerét a saját oldalamról, de mivel annak itt rajtam kívül is szereplők, és úgy a jó, hogyha továbbadom és reflektálunk, úgyhogy továbbadom a működő mikrofont a Nikinek. Köszönöm szépen. Én nem vagyok abban biztos, hogy inkább az egyéni érdekvédelemben hisznek, mint a kollektívan. Szerintem egyikben sem hisznek igazán. Én azt gondolom, hogy valahogy itt történelmileg belénk van kódolva egyfajta félelem, és az idők során elhittük azt, hogy nem tudunk változtatni a dolgokon. És elhittük azt, hogy a körülöttünk levő világ az csak úgy van, egy külső erő befolyásolja, a munkáltató azt tesz velünk, amit akar, a kormány azt tesz velünk, amit akar, a társadalom azt tesz velünk, amit akar, és ez egy nagyon fontos, nagyon, nagyon fontos korképnek látom, és igazából az egyik célom szakszervezetisként pont az, hogy ezt a szemléletmódot megváltoztassam, és azt gondolom, hogy lépésről lépésre be kell tudnunk bizonyítani egymásnak, hogy igenis a körülöttünk lévő világ az tőlünk függ, és igenis tehetünk azért, hogy jobb anyagi körülmények és jobb szociális körülmények között éljünk. Valamint a karrier kérdésre reflektálva, én azt gondolom, hogy nyilván tudjuk definiálni az, hogy úgy értették ezt a fiatalok, hogyha egy főnöknek mondjuk nem szimpatikus az adott fiatal, akkor totálában vágva az egész karrierje, ami nyilván nem igazságos. És ezen lehet változtatni a szakszervezeteknek? Van ebben bármi a mozgástér? Igen, azt gondolom, hogy tudunk rajta változtatni. Mindenképpen szükség van arra, hogy, és ez a munkáltatóknak is az érdeke, hiszen munkaerőhiány van, és most már minden forrásból azt mondjuk, hogy szeretnénk megtartani a fiatalokat, és hogy tehát tényleg ilyen lexikonok születtek a témában, és azt gondolom, hogy ennek a megoldása az volna, hogyha akár kollektív szerződésben egy ilyen kiszámítható karrierutat fektetnének be, ahol pontosan le van írva az, hogy melyik pozíció után mi következik, melyik pozíció betöltéséhez milyen készségekre, képességekre, kompetenciákra van szükség, és ez a fiatalokat én azt gondolom, hogy motiválja, mert látják azt, hogy van előrelépési lehetőség, látják azt, hogy türelmesnek kell lenni, és tenniük kell azért, hogy elérjék a céljaikat. De hozzá, de nyilván reflektálhatsz is a többire, de azt szeretném kérdezni, hogy nyilván ti nem vagytok abban az értelemben klasszikus szakszervezet, hogy a hallgatók azok nem munkaviszonyban vannak, hanem ők a jövő munkavállalói. Hogy nálatok mi a érdekérvényesítés fokmérője? Tehát amikor célul tűztétek ki azt, hogy megcsináljátok, akkor mit gondoltatok, hogy mivel tudtok segíteni a tagjaitok számára? Hát, működik? Működik. Jó. Szóval ez egy nagyon jó kérdés, nagyon nehezen mérhető a mi sikerünk, mint olyan. Nincsen egy konkrét szereplő, akihez megyünk, és még mindig abban a folyamatban vagyunk, hogy legyen az a konkrét tábor is, aki mögöttünk van, vagy hát aki, tehát hogy nem képviselni szeretnénk valakit, hanem megszervezni a közösséget, hogy önmagát tudja képviselni. Úgyhogy ez egy elég nehéz és igazából
konkrétan megválaszolhatatlan dolog, ehhez képest, hogy november végén szerveződtünk, még elég gyerekcipőben jár, de például ennek a kutatásnak az eredményei úgy érzem, hogy például egy elég jó feedback a munkásságra. Én úgy éltem mondjuk meg ennek a prezentálását, hogy ilyen kő esett le a szívemről, hogy hú, akkor megérte ennyi energiát fektetni be ebbe. Mert mondjuk a tüntetések során is nagyon-nagyon sok olyan kérdés érkezett hozzánk, hogy és akkor megérte, elértétek, amit akartatok? Így megérte ez, és hát az ember nem tudja miben mérni, csak nagyjából ilyen adatokban. Úgyhogy igen. Igen, nagyon röviden igyekszem reagálni. Én azt gondolom erre, amit mondtál, hogy ez gerencős kérdés, vagy nem, szerintem nem. Egyáltalán nem, sokkal inkább ilyen társadalmi problémának látom én ezt. Nagyon hajlamosak vagyunk elfogadni azt, ami van, és ahhoz alkalmazkodni. Tehát vagy azt mondjuk, munkaerő hiányos esetben, azt mondjuk, hogy váltok munkahelyet. Vagy akár váltok országot, és elmegyek innen, ha nem tetszik, ami van. Miközben eszembe se jut az, hogy változtassam meg. És ennek mi az eszköze az, hogy meg lehessen változtatni. Egy példát hadd mondjak, a saját példámat. Én amikor szakszervezeti tisztségviselő lettem, akkor éppen egy autóbusz gyártó cégnél dolgoztam, Ikarusznak hívták, most már talán nem reklám, és akkor ugye pont leépítettek minket, kinél kezdték, hát épp a fiataloknál. Én akkor még fiatal voltam, pályakezdő, hát mi voltunk a lista elején, akiket ugye leépítettek ekkor, és nem az jutott eszembe, hogy szakszervezetet kellene csinálni, hanem az, hogy munkahelyet váltok, és lépjünk ki a szakszervezetből, mert nem véd meg minket. Aztán volt egy beszélgetés a szakszervezeti titkárral, és ő mondta, hogy nem az a megoldás, hogy lépjünk ki, hanem az, hogy változtassuk meg. És azóta ez indított el egyébként a szakszervezeti pályán. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentuma ennek a gondolkodásnak. Tehát azt kell felismerni, hogy a szakszervezet az nem valami kívülálló, rajtunk kívülálló intézmény, aki mindig megoldja a kérésünk ellenére is, vagy ha nem kérjük, akkor is megoldja majd a problémáinkat. Nem. A szakszervezet az mi vagyunk mi. Mi magunk, mindannyian. És szerintem ez a nagy dolog az elmúlt időszakban, akár az MTA-t nézzük, akár a hallgatókat, hogy ez a felismerés kezd valahogy tudatosabbá válni. Nem lett azért ez nagyon tudatos, de valami elindult ebben a folyamatban, és már a szakszervezetet, mint közösséget látnak benne, és ha közösséget meglátjuk benne, akkor előbb-utóbb fel fogjuk ismerni az érdekvédelmi lehetőségeit. És sajnos, hogy egy kritikát is mondjak a szakszervezetekre, sajnos a szakszervezetek is néha úgy gondolkodnak, hogy elfogadják azt, amit a jogalkotó számára biztosít, azokat a kereteket. És azt mondja, nem egyszer találkoztam ilyennel az elmúlt időszakban, engem nem érdekel itt az országos érdekegyeztetés meg a tüntetés, hát majd gondolom gyárkapun belül. Mert a kollektív szerződésben nem engedem, hogy a munkáltató alkalmazza ezt. Szerintem ez rossz stratégia. Ezért mondom azt, hogy túl kell látni, vagy túl kell nézni a gyárkapukon, és egy kicsit azokat a kereteket meg kell próbálni változtatni, ami alapján a gyárkapun belül mi élünk. És ez pedig nem más, mint a szövetségben való gondolkodás, tehát ezért nem tudom elfogadni azt, amikor ilyen nagy függetlenségi háborút vívnak egyes munkahelyi szakszervezetek, hogy milyen jó függetlennek lenni. Nem. Mert így, hogyha ő a függetlenségével arról mond le, hogy beleszóljon az ő életét alkotó törvények módosításába. Erről mond akkor le, és ez szerintem nem helyes út. És én úgy látom, hogy ebben kezdünk valami irányt váltani, és elmozdulni szerintem a jó irányba. Üdvözlök mindenkit, én eddig nem voltam. Én egy kicsit ilyen kritikusabban csatlakoznék ahhoz, amit Nóri mondott. Ugye eleve ez a kérdés, meg ezt a szemléletmódot, hogy a fiatalok most az egyéni érdekvédelem, vagy a közösségi jogok iránt érdeklődnek. Én eleve nem értem azt, hogy mit jelent az, hogy a fiatalok. Ezt kicsit kezdem úgy érezni, mint amikor az idősebb generáció számon kéri rajtunk, hogy ne beszéljünk az öregekről, mert hogy ilyen kategória nincsen. Szerintem igenis vannak olyan fiatalok, akik a közösségi jogok mellett aktívan kiállnak, ilyenek vagyunk szerintem mi is, a hallgatói szakszervezet tagjai, meg az olyan fiatal munkavállalók, akik szakszervezeti tagok, viszont azt is látni kell, vagy azt is ki kell mondani sajnos, hogyha vannak is ilyen fiatalok, akik a közösségi jogokért akarnak tenni, nem biztos, hogy tudják azt, hogy hol van az a hely, ahol tudnak ezekért a közösségi jogokért tenni. Amikor a hallgatói szakszervezet létrejöttének volt egy olyan, ahogy ezt Nóri el is mondta az előző
beszéde elején, hogy a szakszervezeti mozgalmat szeretnénk kicsit újraéleszteni, de ez a szakszervezeti mozgalom újraélesztése kicsit jelenti azt is, hogy magukat a jelenleg fennálló szakszervezeteket is kicsit felrázzuk az állapotukból, hogy a szakszervezeti mozgalom alapértékeihez térjenek vissza, ami alapértékek az, hogy a képviseletiség helyett a részvételiséget helyezi előtérben, nem képviselni akarja a munkavállalókat, vagy a mi esetünkben a hallgatókat, hanem megszervezni akarja őket, azt akarja, hogy ebből a politikai apátiából lépjenek ki, és ők lépjenek fel a saját érdekeik iránt, és ehhez kell, hogy a szakszervezetek egy jó közösséget nyújtsanak, jelentsen ez bármit, akár bulikat, akár önképzőköröket, akár tényleg releváns érdekvédelmi akciókat, és ez kell ahhoz, hogy először a szakszervezeteken belül kell példát mutatni és megteremteni ezeket a feltételeket, és ebből tud következni egyfajta tömegbázis kiépítése, és ebből tud következni az, hogy esetleg a kormányra hasunk, mert hogyha ezek az előfeltételek nincsenek meg, akkor sajnos egy kormány se fogja komolyan venni se a hallgatói szakszervezetet, se a többi szakszervezeti tömörülést, és nem csak a Fidesz kormány, hanem egyik másik kormány sem. Köszönöm. Akkor lenne egy provokatív kérdésem címkézve két szakszervezeti vezetőhöz. Mi a siker mércéje egy szakszervezeti vezető számára? Tehát mikor mondja azt, hogy ez sikernek számít? Mondjuk akár, ha nagyon akarjátok konkrétizálni a helyzetet, akkor mondjuk járjunk 2018 decemberében, amikor elfogadja a parlament a rabszolgatörvényt, de akár nyissuk ki ezt a perspektívát egyébbe is, hogy hol érzitek a szakszervezeteknél a sikert? Azért én ezt a folyamatot még nem írnám le, ami a rabszolgatörvényt illeti. Lesz itt még választás, lesz itt még kampány, és ez a rabszolgatörvény el fog még hangzani jó néhányszor ezekben a kampányokban, és lesz arra ígéret is nyilván majd valakiktől, valamilyen pártoktól, akik ezt módosítani fogják. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt azért napirenden kell tartanunk, de nem csak ez az ügy van még nagyon sok más nyugdíjazással kapcsolatos ügy, bérekkel kapcsolatos ügy, béregyelődés, tehát nagyon-nagyon sok minden van, ami még itt az asztalon van terítékként. Nekünk szerintem az ebben a dologban a siker, hogyha ezt napirenden tudjuk tartani, folyamatosan a közbeszéd részévé tudjuk tenni, és újra meg újra elő tudjuk hozni ezeket az ügyeket, mert hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor ezek mellé, az ügyek mellé tudunk társadalmi támogatottságot is szerezni, és hogyha egy ügynek megvan a társadalmi támogatottság, hogy azt változtatni kell, akkor természetesen erre fog rezonálni majd a politika is, és előbb-utóbb akkor ezek az ügyek megoldódnak. Nem feltétlenül azonnal, de egy idő elteltével, hogyha ezt sikeresen napirenden tudjuk tartani, és nem engedjük el, nem feledjük el, akkor ezek az ügyek majd megoldódnak. Egyébként, hogyha a sikerről beszélünk, szerintem az már tehát ez nehéz megfogni, hogy mi a siker mérőfoka. Mi szerint tekintjük mondjuk egy akciót sikeresnek? Akkor tekintjük sikeresnek, hogyha azt a törvényt visszavonták-e, vagy akkor, hogyha folyamatosan tudunk abból építkezni, és újra meg újra elő tudjuk venni egészen addig, ameddig az nem változik. Én inkább ezt az utóbbit gondolom, hogy folyamatosan jelen kell lennünk ezekkel az ügyekkel, és nem engedni el ezt a dolgot, mert ha elengedjük, akkor az a vég, az attól úgy is marad. Ennek például egyik módja, hogy a munkahelyen nem engedtük alkalmazni, tagszervezeteink, illetve a munkahelyi szervezeteink nem engedték alkalmazni ezeket a jogszabályokat. Ez már valahol, én azt gondolom, hogy egy fontos állomás ennek a dolognak, mert hogyha nem alkalmazza senki, akkor könnyen rámondja az bármelyik politikát, akkor ezt meg is lehetne akár változtatni, vagy vissza lehetne változtatni, vagy jobbá lehetne tenni. Szóval ez egy ilyen nehéz megfogható, hogy siker. Ebben a mozgalomban szerintem az a siker, hogyha ezeket az időszakokat úgy tudjuk túlvészelni, hogy építkezni tudunk belőle, és akkor az már egy jó folyamat. Zoli, számodra mi a siker fokmérője? Hát most, hogy itt ülök az asztal végén, amit én most ebben a pillanatban sikernek élek meg, az az, hogy ez a két fiatal itt van, és hogy ilyen értelmes gondolatokkal állnak elő, és örülök, hogy van ilyen. És ha ez valamelyest annak köszönhető, hogy
a szakszervezet aktívabban lépett fel, és úgy gondolták ők is, hogy van értelme aktívabbnak lenni, akkor ez már egy siker. A mi oldalunkról egy picit ugye más a siker mércéje, mert ugye amíg a szövetség a politikai oldalát nézi ennek a történetnek, amit a Laci is már említett nekünk, az a siker, amikor ebben a történetben a munkahelyeken ezt a szabályt nem alkalmazzák. És mi ezt az elég sikeresen képviseltük szerintem. Egyetlen cégnek sem jutott eszébe a 3 éves munkaidőkeretet bevezetni, mert hogy fölhívtuk rá a figyelmet, hogy 4 hónapot se tud betervezni, nem hogy 3 évet. Tehát már itt olyan problémák vannak, hogyha nagyon neki akarunk feszülni, akkor összedöntjük a beosztási rendszerét. Nekünk ez siker, és a közös munka igazából az, amit én most sikerként említenék, és egyrészt visszakanyarodva a fiatalokra, de ahogy most láttam, ugye nem olyan régen megjelent a szinkron színészek, hogy ők is, tudom, hogy már volt korábban is ugye szakszervezet, de mégis ők is összeálltak, majdnem azt mondom, egy ilyen kartellé, hogy már pedig ennyiért mi nem dolgozunk. Tehát, hogyha ez a gondolati eszme, hogy a szakszervezet az, ami össze tud fogni embereket, és itt elhangzott a fiataloktól az, hogy buli adott esetben, vagy bármi olyan közös tevékenység, igen, nem kell ezt bekorlátozni abban, hogy itt csak munkamegbeszélésekről történhet bármi, hanem itt, ha egy közösséget tudunk építeni, egy jó beszélgetés közben, ami lehet egy társasjátékozás, de a végére egy olyan gondolattal jövünk ki fejben, ami nekünk is jó, a világnak is jó, és a fiataloknak is jó, akkor itt én azt gondolom, ez a siker, hogy tudunk közösen gondolkodni, tudunk ugyanabba az irányba menni, és hogy mindenki össze akar állni. Egy picit most kezdem úgy érezni, hogy ez felfrissül ez a gondolat, hogy együtt erősebbek vagyunk, és nekem ez siker. Én azt gondolom, ez a legfőbb siker ebben a történetben. Ugye, rossz az a helyzet, amikor a kérdező vágyik valamilyen válaszra, és őszintén szóval én egy ilyen válaszra vágytam a dologban. Tehát, hogy amikor azt mondjátok, hogy a siker nem csak az, hogy meg tudtok-e akadályozni egy törvény életbelépését, hanem a siker perspektívikusan ennél több, hogy maga a szakszervezetizmus, mint gondolat, az táptalajra lel. Sajnálom, hogy csak most jutott eszembe, de volt egy videófilm, amit készítettek a kollégák az első kutatás kapcsán. És ebben a videófilmben utcaemberét megszólaltatták, akik közben egyiknek nagyon megmaradt a gondolatok, megkérdezték tőle, hogy hallott-e a szakszervezetről, és azt mondta, hogy igen, a történelem könyvekbe. És én azt hiszem, hogy az a siker mércéje, hogyha lehet, hogy őt most megkérdeznénk újra, akkor ő azt mondaná, hogy ja, olvastam a neten róluk. Mert az akkor már legalább a valódiságát, a közeliségét mutatja a dolognak, hogy ez nem csak a szocializmusból is itt maradt ősküvelet. Talán Zoli mondta azt, hogy ő ugye sikernek tartja, hogy itt van ez a két szakszereti fiatal. Igazából azt provokálva benneteket, hogy értem, hogy azért vagytok itt, mert meghívtak benneteket a szervezők, de hogy amikor nekiálltatok, akkor ti a szakszervezetről mit tudtatok? Mit gondoltatok bár erről a kérdésről? Igazából 3 fiatal van itt egyébként, csak a Niki jövőre kiöregszik, ezért kihagytam ebből a gulát. Ezúttal is elnézést kérek, főleg tőle. Ezt azért mondd, ez a Niki jövőre kiöregszik, szóval szavait idéztem. Így van. Tehát, hogy mielőtt belekezdtünk volna. Hát az a helyzet, hogy ebben sajnos nyilván csak személyes választ tudok adni. A semmi is nagyon jó válasz. És a személyes válasz az egy elég talán különlegesebb eset, mert hogy én nem itthon tanultam az elmúlt években, ezért nekem például nagyon bennem volt a német szakszervezetiségnek a kultúrája, én azt elég sokat tanultam is, és az nekem egy ilyen alapvető rend volt, amivel felnőttem, és amikor hazajöttem, és... Bocs, hogy hol tanultad? Tehát az iskolában igen. Volt erről szó, hogy szakszervezet? A német oktatásban ennek elég alapvető szerepe van. Tehát például látom a különbség a politikai tájékozódásban, és ennek a későbbi társadalmi kihatása szerintem. Minden esetre, amikor itthon, most idén hazajöttem, és láttam, hogy néz ez ki itthon, akkor eléggé rádöbbentem arra, hogy itt óriási strukturális különbségek vannak, és hogy vissza tudtam vezetni bizonyos problémákat, amiket láttam a társadalomban erre. Amit én még mindig úgy gondolok, hogy azért van, mert a mi kultúránkban a demokrácia és az érdekképviselet nem egy olyan központi alapvető érték valahogy nem úgy alakult. Valószínűleg a pozitív tapasztalat hiánya is közrejátszik ezen a területen, azt hiszem. Úgyhogy
Úgyhogy én nehezen tudnék arra válaszolni, hogy a magyar szakszervezeteken mit hallottam, de sokan körülöttem azért eléggé tisztában vagyok. Nem is annyira a magyar szakszervezetekről, hanem maga arról, hogy szakszervezet, tehát ez volt a kérdésem, de hogy értem, hogy helyzeti előnyben voltál, hogy nem a magyar oktatási rendszerben szocializálódtál ebből a szempontból, Renátó. Akkor én is személyesen válaszolom, hogy a személyes dolgaimat mondom el. Míg a novemberi megalakulás előtt bennem ilyen dihotómia élt a szakszervezetről, vagy ilyen kettős kép, egyrészt ez a történelemkönyves kép, hogy mit jelentett ez régen, mondjuk a 20. század elején, meg ugye, hogy mik nőttek ki ebből később. Viszont a másik kép meg a realitás volt, mint az elmúlt 20-30 év realitása, hogy a szakszervezeti vezetők azok ilyen öltönyös, nem tudom, dolgokká váltak, akik így tárgyalgatnak az aktuális kormányzattal, és próbálnak egyébként minél jobb körülményeket elérni a munkásoknak, tehát hogy nem hittem azt akkor is, hogy valami rossz indulat lenne bennük, meg ilyesmi, csak hogy bennem ez a kettős kép, ami volt igen a történelemkönyv, vagy a szakszervezetek százezres tömegeket szólítottak meg Budapest utcáin, meg volt ez a kép, hogy így néha a híradóba belekerül, hogy valamelyik szakszervezeti vezető tárgyalt a kormány valamelyik képviselőjével, ez a kettő kicsit ellentétben volt egymással, viszont amiért én csatlakoztam a hallgatói szakszervezethez, mert én az alapításnál nem voltam ott, mert pont szakdolgozatot írtam, meg más dolgok voltam, pár hónappal később csatlakoztam csak a szervezethez, de pont azért csatlakoztam, mert azt láttam, hogy a decemberi-januári tüntetésekor elindult ez az ilyen szakszervezeti hagyományhoz való visszatérés, azoknak az értékeknek az újra gondolása, és ezért láttam jó ötletnek, és tök jó azt látni, hogy egyébként az ilyen intézményes vagy szakszervezetek vezetőiben, meg az egész szervezetben megvan az a indítatás, hogy ők is szeretnék ezt újra gondolni, és ilyen programokat szerveznek, mint ez, és meghívnak minket, ami tök jó, és köszönjük. Niki, hozzád egy célirányos kérdés. Ugye ti kitelepültetek az elmúlt években fesztiválokra. Ami nyilvánvalóan nem az a terep, ahol a leginkább várják a fiatalok, akik mondjuk esetleg a szocializmusból itt maradt nőskületnek gondolják a szakszereteket, hogy találkoznak mondjuk az EFOTON veletek. A te személyes élményanyagod mi volt ebbe a tekintetben? Hogy ez egy ilyen rászmélés volt a részükről, hogy fiatalok és nem öltönyösek. Egyetlen észrevettek-e benneteket? Vagy pedig volt valamilyen katarzis bennük, hogy húha, de menő dolog, hogy itt találkoznak szakszervezeti fiatalokkal. Az első egyszerűen semmilyen a fesztiválokkal kapcsolatban, akkor nagyon hideg volt és rossz idő, hogy nem elfáztam. Egyébként én azt gondolom, hogy kicsit rávilágítottunk arra, hogy teljesen más ez a szakszervezet, amit ők jó esetben elképzeltek, rossz esetben pedig fogalmuk sem volt arról, hogy mi is ez az egész. Igazából csináltunk egy felmérést, mint 2014 körül az egyik EFOTON, ahol az jött ki, hogy egyébként menő dolognak tartják a szakszervezetet, és menő dolognak tartják azt, hogy emberek kiállnak másokért, mások érdekeiért. Mielőtt még így kinyitnám a beszélgetést, egy témát szeretnék az asztalra tenni, és lehet, hogy ez elsőre úgy tűnik, mintha távol állna a fiataloktól és a szakszervezet kérdésétől, ez pedig a klímaváltozás kérdése. Én azt hiszem, hogy talán tegnap még megkerülhető téma volt a munkavilágában, de ma már ez szerintem nem megkülönhető téma, és azért is mondom, hogy a fiatalok kapcsán, mert ugye azért látjuk, hogy ennek a klímaváltozás elleni küzdelemnek, illetve pontosabban az erre való felhívásnak az egyik arca egy svéd lány, 16 évesen, aki felemeli a szavát ebbe a történetbe. A klímaügy és a szakszervezetek, azok tudnak-e barátok lenni, hiszen gondoljuk bele, hogy azért ugye elsőre talán távolinak tűnik a két kérdés egymástól, sőt lehet, hogy egy pillanatra még egymás ellenségei is, hiszen itt azért munkahelyekről van szó. De az inspirált ebbe a kérdésbe, és mindenkitől szól a kérdésem egyébként, az inspirált, hogy Laci, pont te vetetted fel ezt a dolgot.
én még nem nagyon hallottam szakszervezeti konfederációs vezetőtől Magyarországon azt, hogy a klímaváltozást valamilyen módon behozta volna, és leteszi az asztalra. Benneteket mi inspirált, amikor erről bármilyen szinten is megszólaltatok? És nyilván ez a kérdés, ez szól mindenki, ez a maga aspektusában. Ketté választanám a dolgot, egy személyes indítatás is van, és egy szervezeti. A személyes indítatás az, hogy gyakorlatilag ez nekem ugye a magán érdeklődésemmel is találkozik. Tehát én nagyon sokat foglalkoztam a környezetvédelemmel, klímaváltozással, ezért is végeztem el a Corvinuson az energiagazdálkodási szakközgazdász másoddiplomás képzést, tehát ez engem érdekel, mint magánember. A szervezeti része pedig az, hogy megkerülhetetlen, hogy ezzel foglalkozunk, mert önmagában ez az egész folyamat, amiben már benne vagyunk vastagon, ez érinteni fogja a munkahelyeket. Vagy így, vagy úgy, de biztos, hogy érinteni. És nekünk ebben egy nagyon fontos szerepünk van, az pedig a társadalom és a munkavállalók fejében egyfajta tudatformálás ebben a dologban. Gondoljatok bele, hogy az egész gazdaságunk az ugye a foszilis energiahordozókra épül, az áramtól, ami minden arra épül. Most ezt át kell állítani egy más típusú működésre, hogy ezt visszafogjuk ezeket az energiahordozóknak a felhasználását. Na most ez nagyon nagy változásokat fog indukálni a munkahelyeken, és erre fel kell készülni. Fel kell készíteni a munkavállalókat is, és fel kell készíteni a társadalmat is. Ebben én most ma a magyar kormány részéről nem nagyon látok lépéseket. Sőt, inkább éppen ma nyilatkoztatna azt a kancellária miniszter, hogy ráérünk még. Semmi nem sürget ebben az ügyben. Én ezt nem így látom és nem így gondolom. Tehát nekünk ebben tenni kell. És én azért gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert gondoljátok végig, hogy például itt vagyok a bányász szakszervezetnek a képviselője. Önmagában az egész szakszervezet és az ottani tagság, a nyugdíjas tagságot is beleértve, ebben a világban, ebben a foszilis tüzelőanyag világban él, és ehhez kötődik és ragaszkodik hozzá. Ez egy természetes dolog, hiszen itt élt el, ebben a műfajban élt el az életét. De be kell látnunk azt, hogyha elfogadjuk azt, hogy itt változtatnunk kell, akkor ezt értelmesen, kézzelfoghatóan el kell nekik magyarázni, hogy ebben bizony mindenkinek szerepe van. Nem elég azt várni, hogy majd valaki felettünk, akár az Unió, akár a WHO, bárki ezt majd meg fogja oldani. Ebben nekünk is feladatunk van, egyes embereknek személy szerint, hogy ebben változtassunk, és ez a változtatáshoz hozzá kell igazítani a munkavállalók gondolkodását is. Van még egy nagyon fontos szempont, az pedig az, hogy ha azt tudjuk, hogy ebből a foszilis energiafelhasználásból el kell jutnunk valahova máshova, azt még nem tudjuk azért pontosan, hogy hová, de úgy nagyjából sejtjük, hogy mi az a környezet, ahol dolgozni fogunk, akkor az oda vezető utat minél kevesebb szociális feszültséggel kell véghez vinni. És ez nem megy úgy, hogy majd eldöntik a kormányok, meg eldöntik a munkáltatók, hogy nekünk munkavállalóknak mi a jó. A részvételi demokráciában az a fontos, hogy mi is el tudjuk mondani azt, hogy nekünk munkavállaló szemüvegen nézve mi a jó egy ilyen útban, és hogyan tudjuk azt megoldani, hogy minél kevesebb munkanélküliséggel, minél kevesebb átállási problémával és minél kevesebb szociális feszültséggel járjon ez a folyamat. Most ehhez szakértővel is fel kell készülni, és mondom, nagyon fontos a tudatformálás, tehát ez ott a szervezeti érdek szerintem, amit nekünk asztalra kell tenni, és való igaz, a többi konfederáció ezzel annyira nem foglalkozik, ezzel mi leszünk majd ősszel az elsők. Én először a Európai Szakszervezeti Szövetség kongresszusán hallottam azt a szót szakszervezettől, hogy klímaváltozás, és valahol nagyon örültem neki, hiszen igazából, hogyha jobban vele gondolunk, akkor nyilván, ahogy a Laci is mondta, ez a téma érinteni fogja a munkavilágát egyrészt, másrészt a mi munkavállalóink, a mi tagjaink, nem csak dolgozók, hanem ugyanúgy civilek is. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen témákat is felkaroljunk. Másrészt lassan szerintem ez a klímaváltozás hasonló lesz, mint a digitalizáció, hogy ez is nyilván munkahelyek fognak megszűnni, de viszont új munkahelyek fognak létrejönni. Ezért nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az élethosszig tartó tanulásnak a fontosságát, hiszen valószínűleg ez is majd segíteni fog áthidalni ezt az átállást. Ráadásul a fiatalok aspektusával meg baromira nem mindegy, hogy milyen környezetben tengetjük végre a hátralevő 60-70 évünket. Köszönöm.
Én csak annyit fűznék, hogy ugye volt egy olyan kérdés, hogy ez szemben, tehát hogy ezek a zöld mozgalmak meg a munkavállalók jogai azok szemben állnak-e egymással, ugye volt egy ilyen kérdés. Én ez azt fűzném, hogy nagyon remélem, hogy nem, és nagyon remélem, hogy nem is tekintünk rá így, mint hogyha ezek nagyon szemben állnának, ugyanis nem tudom, látni kell, hogy alapvetően az ellenség, meg így az ellenfél, ami emögött áll így a klímaváltozás mögött, az ugyanaz, mint a munkásoknak az ellenfele, sőt, ugyanaz, mint a hallgatóknak az ellenfele, ami ugye nem más, mint a tőke, mondhatjuk így is. Igazából ez jól látszik, hogy a kormány is beállt elég, tehát hogyha a kormány beáll valami mögé, akkor látszik, hogy se a munkásoknak, se a diákoknak, se senkinek nem lesz jó. Úgyhogy jól remélem, hogy itt nem lesz semmilyen szembenállás ezzel kapcsolatban, és ez ilyen zöld mozgalmak, meg a szakszervezeti mozgalmak, azok nagyon jól együtt fognak dolgozni egymással, ugyanis nem tudom, a munkásoknak a kizsákmányolása, meg a felnek a kizsákmányolása az ugyanaz gyakorlatilag. Az ivóvíz hiánya, tengerszint megemelkedése, az elsivatagodás, az valószínűleg nem a felső 10%-ot fogja először érinteni, hanem a munkásokat, illetve a prekariátusnak a tagjait. Azt hiszem, hogy ez egy komplett társadalom és gazdaság kritika volt így egyben. Röviden összefoglalva, Zoli. Igazság szerint, amikor feltetted a kérdést, akkor én azt tudom erre válaszolni, hogy nem áll olyan messze a szakszervezetettől, a klímahelyzettől, mint amennyire gondolod. Mi már évek óta használjuk ezt, még ha nem is abban az értelemben, ahogy te érted, de amikor megnézzük egy vállalatnak, mondjuk elmegyünk bértárgyalni, megnézzük, csapatokra szétszedjük ízekre a mérleget, és azt látjuk, hogy a villamos energia költsége mondjuk közel 1 milliárd forint. És arról kezdünk vele egyeztetni, hogy ha a természetes fényt engedne be az eladó térbe, és meg is tudjuk mondani, mi ez a technológia, hogy ezt meg tudná tenni, akkor mennyivel tudná ő ugye csökkenteni a kiadásait, erre rögtön fölcsillannak a szemek. Ugye itt kicsit jó a környezetnek is, hiszen annyi villamos energiát megtakarítja a nappali időszakban természetes fényt tud beengedni az eladó térbe. Ott már nem annyira csillódnak a szemek, amikor ezt a pénzt be akarom tenni a bérköltség zsebbe, és hirtelen eltűnik a megtakarítás oldalról, de mi évekkel ezelőtt van egyetlen egy olyan egység Magyarországon, aminek a tetején fű van, és onnan indult a kezdeményezés, hogy a munkavállalók mondták, hogy hát azért nem jönnek ide be a vásárlók, mert fölül nézetben egy lakótelep közepén ez egy ocsmány szürke kocka. Ha a teteje fű lenne, és mondjuk kicsit barátságosabb lenne, akkor lehet, hogy többet jönnének a vásárlók is. Na most ez megvalósult, és rájött a cég is, hogy igazából ez pedig nyáron egy elég komoly szigetelést ad a tetőnek, tehát a hűtésbe is jóval kevesebb energiát kellett felhasználni, és hát ott is előjöttünk, hogy igen, akkor befektetett ebbe a felső fűrészbe ennyit, jól is néz ki, és az a 16 millió forint, amit megtakarított, az pont jó lenne a karácsonyi létszám probléma orvoslására. Tehát mi a szakszervezet oldalról mindig úgy közelítjük, hogy amit a munkáltató ezen megtakarít, azt próbáljuk beletenni a munkavállalói oldalba, hogy igenis tessék nekik odaadni, kifizetni, legyenek jobbak a körülmények. De ha megnézed, akkor valójában minden ilyen egyes ilyen intézkedéssel mi azért teszünk, hogy a kevesebb energiát használjon, ez pedig közvetlen hatással van erre a problémára, amit említettél. Én is csak egyetérteni tudok az előttem szólókkal. Azt gondolom, hogy a szakszervezetiségnek pontosan az lenne az alapillérje, hogy a társadalom egy tágabb körű érdekképviselet a jelenlegi gyors gazdasági nyereséggel szemben. És ez teljesen egybecseng a klímaválsággal, és minket, mint hallgatókat is egészen befolyásolt. Tehát, hogy például engem nagyon motivált az, amikor láttam, hogy diákok világszerte önszerveződnek és kimennek az utcára, és azt éreztem, hogy a mi generációnkban szerintem ez az első ilyen valódi demokratikus életélmény, amikor meg is tapasztaljuk azt, hogy hoppá, ki kéne állni, most rólunk van szó, és a felelősségvállalás az el lett mulasztva felül, úgyhogy valami probléma van. Viszont mindemellett nekem lenne két kritikám is. Az egyik az, hogy nagyon veszélyes, és nagyon látom is ezekben a szerveződésekben is, hogy elcsúszik a retorika afelé, hogy mindenkinek személyes felelőssége van, tehát hogy individumokként kéne cselekedni, nem társadalmilag, és nem a struktúrát kérdőjelezi meg, annyira mélyre nem tekint, hanem csupán a felszíni, a ilyen akut megoldásokban gondolkozik megint, ami nem feltétlenül, nem hiszem, hogy előre vezető. A másik kritikám meg az volna ezzel kapcsolatban, hogy én igazából eléggé neheztelek a társadalom tudományokra,
olyan tekintetben, hogy nagyon elkéstek ennek a tematizálásával. Nem időben csatornázódott be a kultúrába, nem kezdődött ez egészen időben el ennek a kutatása, a társadalmi aspektusba való becsatornázása, holott a természettudományok már nagyon-nagyon régóta hívják fel a figyelmünket erre. És én ezért nagyon neheztelek erre, hogy őszinte legyek. Niki, hogy ez? Nem akartál? Nem. Okay. Van-e akkor valakinek kérdése, röviden hozzáfűzni valója, mert akkor megadnám a szót. Itt látok egy darab között, kettő. Összegyűjtjük, hogyha van még, akkor hármasával, és akkor úgy adnám meg. Igen. Nem, ott teljesen jó. Oké, hallottok. Sziasztok, Dvarácskó Balázs vagyok, pedagógusok szakszervezete. Én nem is inkább kérdezni szeretnék, hanem inkább először is szeretném megköszönni a szervezést, meg tök jó, hogy ennyi komoly gondolatot hallani, és hogy ennyire egyetértünk dolgokba, és hogy nagyon jó kérdéseket tettél fel, Ambrus, mert írtam, hogy én mit kérdeznek, aztán kérdezted, vagy reflektáltatok egymásra. Ez nagyon jó volt hallani. Kezdeném a végén a klímát. Nem szakszervezetek egyébként gondolkodnak ebben, a PSZ-ben tudom, mi készítettünk egy felmérést ifjúságit, és beletettük a klímakérdést, és nagyon pozitív válaszok voltak. Ennek úgy is örülünk, mint akik a klíma miatt aggódnak, és azt is, hogy a pedagógusok igenis komolyan gondolják ezt a kérdést, és azt látom a saját kollégáimon, hogy hála Isten ezzel ezért foglalkoznak a maguk módján, csak ugye hiányzik az állami szerepvállalás, mondjuk erre belőlne milliárdokat, hogy az oktatásba ezt ezerrel nyomjuk már most az egyébként fogékony gyerekekre. Egyébként gyerekeknek. Egyébként tudok több szakszervezetet, és most egyébként tudok egyet, tegnap hallottam, akik elő fognak állni egy ilyen klímadologgal. Ne versenyezzünk, mindenki szálljon be, és ez ugye jó volt hallani Bécsbe az Európai Kongresszuson, hogy ez így működik. Én kezdeném azzal, hogy ott fölmerült az elején a kereskedelmi oldalról, hogy jött ez a generációs dolog, és akkor ezt sikerült meg is beszélni, ez nem generációs dolog. Van egy értékvesztés ebben az egész társadalomban. A pedagógusok csak a saját 50 év az átlag életkor. Ugye tudjátok, mikor a gyerek jön és rapizik, akkor na persze a joga tudja, de nem tudja a felelősségét, eleve egy tök rossz hozzáállás, de most így is állnak hozzá, és ezzel szoktam a kollégáimat ugratni, hogy ti se tudjátok a jogaitokat, és feltok tenni egy egyszerű kérdést, amire nem tudnak válaszolni, akkor hogyan várod el, hogyan tanítod meg a saját gyerekeidnek, sehogy nem tanítjuk meg, és évtizedek óta se a fiatal, se a középkorú, se a nyugdíj közeli pedagógus nincsen felkészítve arra, és nincsenek még is hozzá azok a készségei, hogy egy általános iskolai közegtől, kezdve az óvodától kezdve, úgy oktassuk a gyerekeket, és úgy vonjuk bele a közösség szervezésbe, hogy ennek ők aktív részesei legyenek. Tehát elmegyünk egy konferenciára, tegyük föl, és mi 15 éve ezt kipróbáltuk, és hány iskolába megy, igazából az a gyerekeknek a bevonása, az aktív bevonása a közösségedbe, nem alkalmazzuk őket, így bekerülnek a felsőoktatásba, a munkaerőpiacra. Ugye itt volt szó, Nóri mondta a HASZ kapcsán, hogy ott is ugye struktúrában vannak épülve a hallgatói érdekképviseletek, de hát tudjuk milyenek, igazából nem annyira jók, majd ezt a PSZ-ben meglátjuk, mert már próbálunk bejutni, kíváncsiak leszünk, hogy fog menni a hökön keresztül, majd meglátjuk, hogy működik. Igen, kicsit szkeptikusak vagyunk, de valahol el kell kezdeni. Úgyhogy itt az oktatásban iszonyú nagy problémák vannak, és itt fölhoznék egy pozitív dolgot, az audisok mondták, ugye, hogy ők bejárnak már középsulikba, és örülnek nekik. És ugye hát kimennek, hogy érdekérvényesítés, nem tudom, tehát hány iskolába járnak be, ki járnak, és nagyon várják őket, nagyon megköszönik intézmény szinten ezeket a képzéseket, ahol tudatos munkavállalókat képeznek, illetve nagyon örülnek az osztályfőnökök, mert nincsen meg hozzá tudásuk, nincsen meg az idejük, hogy ezekre felkészüljenek, és hogy mind a srácoktól, mind pedig az intézményektől pozitív visszajelzést kapnak, hogy érdemes már középszinten, itt nyilván ugye ti a versenyszférában vagytok a legtöbben, oda sikerülne bejutni, nekünk nyilván a felsőoktatásba kellene minél gyorsabban bejutni, és azért jó, hogy mondjuk van egy hallgatói szakszervezet, hogy, és azt már mi is látjuk, hogy pozitívan hat, és ott az utolsó években ezerre rányomulni a jövő pedagógusaira, mármint ha lesznek, az a 2500 évente. Igen, ez tök jó volt a siker mérője, én sokszor azt hiányolom, de aztán szerencsére Zoli mondta, én azt vártam, hogy tök nagy siker, hogy ma például egy kollégának segítettetek, és sokszor azt veszem észre, ezeket a kis sikereket mi nem értékeljük. És tőlem is mindig várják a csodát, hogy megállapodunk a kormánya, nem állapodunk meg, sőt, tehát ugye
kiderült, hogy nem is fog most menni, de hogy ne, azokat a kis sikereket meg nem kommunikáljuk le, hogy hello, visszanyertünk több százezer forintot, hello, egyébként elmentünk a tankölethez, és egy szakmai vitában előrébb tudtuk vinni a dolgokat, szakmai vitában, tehát hogy mit, mondjuk az esenés gyerekeknek, a fogyatékos gyerekeknek plusz képzéseket hozunk létre tankeleten belül, stb. Stb. Vagy éppen egyébként föltesznek egy kérdést, és abban egyébként pozitív, vagy jövünk ki a tankölettel szemben. Ezeket le kéne kommunikálni, én ezeket nagyon hiányolom, és ezeket nagyon értékelik helyi szinten. Nem kell nekünk országos szinten kivenni, hanem helyi szinteken érjünk el dolgokat, mert akkor lesz tagságunk, és akkor fognak bennünk bízni. Egyébként nekem a legnehezebb a fiatal tagokat megnyerni. Tehát van, hogy egy év, van, hogy több hónap. Egyébként tökéletesen már tudják, hogy vagy akkor kérdeznek, és egy idő után egyébként bekerülnek, becsatornázódnak a szakszervezetbe, mert látják, hogy van értelme. El fog hangozni a rabszolgatörvény, tehát a pedagógusok szájából rendszeresen elhangzik, mint történik, úgyhogy ez továbbra is szerintem benn fog maradni a közbeszédben. És igen, hogy így nincs közösség, van közösség, tehát hogy erre szocializálódtunk, de hogy ezt vissza tudjuk építeni, és erre pont az IFI-nek a felmérései, amit végeztetek az elmúlt években, és ezek tök jók, és nagyon örülök, hogy végre történik egy ilyen fajta empirikus munka, amire lehet alapozni, de van igény. Tehát én is látom a fiatalabb kollégáknak, hogy van igény, és ezt meg is erősítettétek, és ez van a terepen is, ezt látjuk. Csak oda kell menni, és ezeket az embereket be kell húzni, és így lesz közösségi tevékenységekre is igény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha kijövünk ebből az értékvesztésből, és mi szakszervezetek tudunk adni egyfajta értéket ennek az egésznek, és komoly munkát teszünk mögé, amit nem hagyunk abba, akkor szerintem ez előre fog menni. Bocsánat, ez nem kérdés, de hogy köszönöm, mert tök jól éreztem magam, meg majd Ambrus szerintem beszélj a Pogi Zolival, mert annyira nincsen elájulva a svéd kislánytól. Ő pont volt néhány hét, és ő kicsit szkeptikus volt vele kapcsolatban. Köszönöm, itt láttam egy kérdést. Szerintem a hátsó sorok nem hallják meg a felvétel miatt. Én pár dologra szeretnék nagyon gyorsan reflektálni. Egyrészt ugye szóba került az elvándorlás kérdés, egyébként a legtöbb az kapcsolódni fog a mostani ilyen olvasmányélvényemhez, így ajánlom mindenkinek, hogy olvasson Kassákot. Így nagyon sok egyébként empirikusan igazolható dologra épít az írás során. Ugye az elvándorlás az ugyanúgy probléma volt a 20-as, 30-as években. Én saját személyes tapasztalatból is tudom, hogy mentek ki amerikázni emberek, aztán jöttek haza. Ez így akkor is probléma volt, most is. Én ott olvastam egyébként ezt a Kassák regényt, jóval optimistább vagyok így a mozgalom terén. Addig én temettem így nagyjából a szakszervezetiséget, mint olyat Magyarországon, de hogy így ugyanazok a problémák jönnek egyébként vissza, és közben egyébként azt mondjuk, hogy az mennyire jó volt, meg mennyire ezért közben, hogyha megnézzük a proliknak az életét, akkor ugyanazokat a problémákat, konfliktusokat látjuk, akár a sztrájk törésben, akár a sztrájk megszervezésében, röpcédulázás, stb. Ezek mind megvoltak, és megvannak a mai napig ezek a problémák, és akkor itt be is kapcsolódnék a siker, meg ugyancsak Kassáknál, hogy ugye az így rendszeres volt, meg én a saját kutatásomból is tudom, hogy például voltak előadások a szakszervezeteknél, ahol bevitték a munkásokat, bementek a munkások, arról szólt a hétvége, a szabad vasárnap, hogy akkor be lehetett menni a szervezetbe, és akkor ott különféle programokkal, különféle önmaguk szórakoztatásával, beszélgetésekkel tudtak a munkások foglalkozni a dolgokkal, és ugyanúgy előjönnek egyébként a generációs ellentétek is ebben a Kassák regényben, amik itt a szervezetben éleződnek ki igazából a két korosztály között, többféle korosztály között, és hogy ma például nem látom, és itt Buli, ez is kapcsolódok, amit a hasznyult, hogy van közösség, ez az, amit én nem igazán látok például a mai szakszervezeti mozgalomban, hogy itt törekedne arra, hogy megszervezett. Tudom egyébként ebben a rohanó világban, zimán mindentől nehéz az, hogy így berántani az embereket valahova, de akár a munkahelyeken, ahogy a hallgatói szakszervezet például törekszik arra, hogy az egyetemeken, ahol nagyon sok időt eltöltünk, legyen
valamilyen tér arra, hogy ez ahelyett, hogy például ugye itt ebbe is van a fehér gallérosoknak a bevonása, stb. Ahelyett, hogy a fehér gallérosok a korporátzékben szórakoznak, és a vállalat viszi el őket ide-oda, amoda, meg szervez nekik, nem tudom, micsodát, ezt a szakszervezet megteheti, és ezzel már képes lehet bevonni egyébként a mozgalomba új tagokat, úgyhogy ezen már olyanféleképpen gondolkodnék. A másik még a sikerek kommunikálása kapcsán, hogy ami nekem így nagyon hiányzik, és e tekintetben is én nagyon ajánlom így a 20-as, 30-as évek népszaváját mondjuk fölcsopni, hogy mit találunk a népszavában abban az időben. Én például hiányolom azt, hogy ott van a Mérce, ami most már elég nagy olvasótáborral rendelkezik, nem csak budapestivel, hanem nagyszámú vidéki olvasóval, és ennek ellenére nagyon alulreprezentált a szakszervezeti kötődéssel rendelkező szerző a Mércén, holott én hiszem, hogy meg lenne a lehetőség arra, hogy érjenek oda, pláne, hogy nagyon elkötelezett a Mérce ezek iránt a problémák iránt, mégis nincs az, hogy lenne egy ilyen elkötelezett gárda, aki azzal foglalkozna, hogy valamiféle összegzését adja a mozgalomnak, hogy így próbáljon agitálni, úgymond, és hogy utána ezt a Mércét magát, ezeket az írásokat eljuttassa a munkavállalókhoz. Én ezt tartanám még így nagyon fontosnak a mozgalommal kapcsolatban. Aztán továbbadom a szót így hirtelen. Köszönöm. Van-e még, akibe hozzásodás? Akkor megadom a lehetőséget, aki reagálni szeretne, az reagáljon rá, és akkor utána zárnánk a mai rendezvényt. Röviden, és akkor kezdeném minden vissza fel Mérce. Ezt felismertük mi is egyébként ezt a helyzetet. Próbálunk is tenni azért, hogy valahogy közelebb hozni az újságírókat a szakszereti mozgalom. Az éppen ma volt itt nálunk egy találkozó, ilyen tematikus beszélgetés során. Ott a Mérce az kiemelt szerepet kapott ebbe a dologba, de 4 ilyen sajtótermék van egyébként, akit még szeretnénk meghívni, és akik egyáltalán szoktak szakszervezetről, nem csak botrányt írni, hanem néha eredményeket is leadni. Tehát most próbálunk elmenni ebbe az irányba, hogy kifejezetten nekik célozzuk a híreket, mert az úgy inkább átjön. Érdekes mód, a média világ egyébként nagyon megosztott a szakszervezeti szempontból. Van 2 konföderáció, aki gyakorlatilag rendre a kormánypárti médiában szerepel, ők a Munkástanács és a Liga szakszervezetek, és vagyunk mi több, a SZEF is, észt, jellemzően mi meg kiszorultunk ebből a világból, meg se kérdeznek minket, csak általában hivatkozásként szoktak minket ott emlegetni, vagy esetleg azzal, hogy hát őnekik ez a véleményük, azt tudjuk, de úgy írják le, hogy már nem kérdeznek meg, de ezt tudjuk, és akkor egyébként pedig itt van a csodálatos másik 2 konfederáció vélemény. Hát ezzel van gondunk, ma is volt egy ilyen probléma, éppen most már mindenki tiltakozik, amiatt a Magyar Nemzet cím oldalán megjelent, szakszervezetekkel kapcsolatosan, illetve a versenyszféle konzultációs formával kapcsolatosan. Tehát ez egy ilyen világ. Gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogy a print újságokban, pedig csak a Népszava, ahol egyáltalán meg tudunk jelenni, egyébként az elektronikus média azért valamennyivel jobb szituációt ad. Kommunikáció, hát ez a problémánk a kommunikációval is egyébként, hogy ez a külső kommunikációs része korlátos, de a belső kommunikáción azért nagyon-nagyon kell javítani. Tehát azok, amiket te mondod, amiket mondtál, ezeket az apró sikereket, ezeket helyben kell tudni kommunikálni. Nincsen nagyobb tagszervező erő, mint mondjuk egy sikeres akció, és utána egy megállapodás. Amikor nyugvó pontra kerül a dolog, szakszervezet elérte, akkor az tud hozni tagokat. Na ebben nekünk, ebben a belső kommunikációban szerintem lényegesen jobban kellene, vagy nagyobbat kellene lépnünk. Hát ezen területen ez a közösségépítésben ugyanúgy benne van, és minden egyébben. És ha már közösségépítés, ez egy nagyon nagy falat, ez a közösségépítés. Kellenek ilyen terek, ilyen közösségi terek, ahol ezeket meg tudjuk csinálni. Egy ilyen irodaépület, vagy egy ilyen ház, ahol most vagyunk, hát ezt át kéne alakítani ahhoz, hogy ez mondjuk az alaksorban ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ilyen értelemben ez meg pénzkérdése is. És itt ez most a tojás volt, vagy a tyúk előbb, ugye ez a vita, hogy először pénzt kell fektetni ahhoz, hogy legyen még több tagunk, és akkor még több pénzünk lesz arra, hogy fizessük, vagy pedig, tehát valahol el kell indítani ezt a folyamatot. Hát nagyon szeretnénk ezt megtenni. Próbálkoztunk egyébként ilyen klubokba, klubhelyiségbe, itt a környéken kibérelni ilyet. Hát korlátozott volt a
a részvétel ezeken a beszélgetéseken, de nem megúszható. Tehát én úgy látom, hogy ezek a mostani, például a mai beszélgetés is nagyon sokakban gondolatot tud ébreszteni. Új gondolatok. Egyik gondolat szüli a másikat, és abból ki tud alakulni egy közösségi álláspont, akár egy szakszervezeti vélemény is. Tehát ezeket én azt gondolom, hogy nekünk a jövőben újra kellene éleszteni. Hát ezt munkahelyi szinten, területi szinten és nyilván országos szinten is ugyanez a feladat. Köszönöm szépen valakinek. Én még csak gyorsan ennyit most a PSS hozzászólás után így eszembe jutott valami, ami így nem került nagyon szóba a hallgatói szakszervezettel kapcsolatban, pedig több nagy előnye, hogy ez a horizontális működése. Ugye szóba került az, hogy a munkavállalók a ledolgozott munkaóra után most a sör mellett nem a munkavállalói jogokról fognak beszélgetni, nyilván nem miért beszélnének arról, hogyha de elmegyek sörözni a barátaimmal, akkor én is a délutáni ZH-ról fogok beszélni velük, mert hogy nyilván nem. Viszont tök jó az a haszban, hogy joghallgató vagyok, de hogy a haszban lehet találkozni másféle hallgatókkal is, és tök jó lehet ilyen társadalmi kérdésekről beszélni, és sokkal inkább elmegyek egy ilyen sörözésre, ahol ilyen kérdésekről beszélgettem, mint az, hogy de jó a polgári törvénykönyvnek az új módosítása, mert nyilván ez annyira nem volt, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe, mert most pont beszélgettünk a szülőben, vagy hát így az előadások között is egy kedves szociológus ismerősemmel, vagy szociológus hallgatóval, hogy ugye előkerült ez a szocializációs kérdés, és hogy vissza is kapcsolnék az első kérdésre, hogy a fiatalok azok az egyéni jogok, vagy a közösségi jogok iránt állnak ki, hogy igazából ez, tehát hogy a fiatalok nem önmagában lesznek olyanok, mint amilyenek, hanem hogy ez egy nagyon erős szocializációs faktor, tehát hogyha a fiatalok olyanok, vagy olyat képviselnek, ami így az idősebb generációnak így nem tetszik, akkor sajnos ez valószínűleg az idősebb generációnak is a hibája, hogy ilyenné szocializálta a fiatal generációkat. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy a időt kimerítettük, és talán nem ragadt senkiben sem ki nem mondott gondolat. Én zárszó kapcsán azt jutott eszemben, hogy egy hallgatói szakszervezetes fiatal azt mondta, egy ilyen beszélgetés során, hogy ő dolgozott gyárban, talán nyaranta, és hogy olyan ültek a kantinban, vagy az üzemi étkezdében, a munkaközi szünetben, és kukán ültek egymás mellett, egymásról szóltak, azt se tudták, hogy a másik üzemegységben mi van, és egyébként kit milyen probléma foglalkoztat. És hogy most látja, hogy ezt lehetne máshogy is csinálni. És szerintem a mai beszélgetés és tulajdonképpen az egész mai nap arra is ráintotta a figyelmet, hogy lehetne máshogy is csinálni, és szerintem van is erre szándék bennünk. Én nem értettem sosem egyet azzal, hogy a magyar az ilyen, mert a magyar ilyen is, meg olyan is. Van, aki hisz a szolidaritásban, van, aki meg még nem hisz, és itt a még nemre helyezném a hangsúlyt. És ezzel ilyen reménnyel töltsön el minket ez a még nem, tehát hogy meggyőzhetőek az emberek, hogy van kollektíva, van közösség.